Kedves nézőink, köszöntöm Önöket az idén immáron 23. alkalommal megrendezésre kerülő Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok szakkiállításon és vásáron. Mint Önök tapasztalhatták, a Kurca TV Agrárpercek műsora több éven keresztül igyekszik tudásához és lehetőségéhez mérten bemutatni, hogy ez a kiállítás a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb szakmai találkozója, amelyet a Hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda szervez kezdettől fogva karöltve a Magyar Állattenyésztők Szövetségének és tagszervezeteinek társrendezésében. Kedves nézőink, bemutatom Önöknek Sarusi Kis Tamást, a Dánfarm Consulting Kft. Ügyvezető igazgatóját. Kérem, mutassa be cégüket. Tisztelettel köszöntöm a Kurca Televízió nézőit. Cégünk 2013 óta szaktanácsadást biztosít a hazai sertéstartók részére. Egy 12 éve működő sertéstartó cégünk szakmai tudását kínáljuk a hazai sertéstartók részére. Amellett, hogy azon termelők, akik a dán sertés hibrid után érdeklődnek, szakmai tanácsadással egészítjük ki a tenyészállat értékesítésünket. Hát ezt a tevékenységünket 2013-ban kezdtük, és nagyon úgy tűnik, hogy az alacsony sertésárak hatására termelők egyre inkább a magasabb szintű termelési hatékonyságra törekednek, és ez a sertés genetika mind szaporaság, mind pedig felnevelési mutatók tekintetében talán a világ egyik legerősebb genetikája, de önmagában maga a sertés állomány, a sertés hibrid megvásárlása nem vezet közvetlenül a sikerhez. Ehhez rengeteg sok szakmai tudás, és talán egy kicsit más szemlélet kell, mint ami a múltban működött. Úgyhogy ennek a átadásában, betanításában vállaltunk szerepet az elmúlt néhány évben. Köszönöm a beszélgetést. Mutassa be az ön mellett álló urat. Torben Jensen úr, Dániából érkezett hozzánk a Dán SPF cégnek a közép-kelet-európai értékesítési vezetője. Kérem, tájékoztassa nézőinket arról, hogy hogyan érinti az önök cégét az Európát sújtó sertésválság. A cég tapasztalata az, hogy egyre több termelő keres meg a dán genetikát forgalmazó SPF Danmark céget, hiszen a válság elgondolkodtatja a termelőket, milyen irányba menjenek tovább. És mivel ennek a genetikának vannak a legnagyobb hozamai a világ genetikái között, ez mindenképpen akár a jövőt jelentheti, a túlélést jelentheti a termelők számára. Köszönöm a beszélgetést! Thank you very much for the conversation! Köszönöm! Bemutatom Önöknek Alpár Botont, sertés takarmányozási szaktanácsadót az Agrofeed Kft-től. Úgy tudjuk, hogy Önök premixeket gyártanak minden állatfajnak. 200 kocás saját kísérleti telepükön tesztelik termékeiket. Azt is tudjuk, hogy kiemelkedő az export tevékenységük elsősorban Oroszországban. A gazdasági embargó nem lehetetleníti el ezt a tevékenységet? Köszöntöm én is a Kurca Televízió nézőit. Igazából az embargó minket hál' Istennek nem érint. Oroszországban gyakorlatilag töretlenül tudjuk folytatni ezt a tevékenységet. Olyannyira, hogy az idén elkészül a második premix, illetve takarmánygyártó üzemünk, és gyakorlatilag a kinti vevőinket majd abból a gyárból fogjuk kiszolgálni. A 200 kocás kísérleti telepünk, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszköz a kezünkbe. Tudunk végezni folyamatosan kísérleteket, és miután ezek a kísérletek folyamán meggyőződünk arról, hogy valamelyik takarmánykiegészítő vagy koncepció jól működik, akkor ezt bátran tudjuk ajánlani a partnereink részére is. A sertésen kívül más állatfajnak is állítanak elő premixeket. Mely állatfajok ezek még? Így van, a sertés mellett baromfi üzletágunk van,
ahol gyakorlatilag a broiler csirke, tojó, illetve pulyka állományoknak forgalmazunk premixeket és takarmányokat. Ezen kívül még van a szarvasmarha üzletág, ahol pedig a kérődző állatok számára ajánlunk különböző termékeket. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Bemutatom önöknek Csizmazia Tibort, a Vivagén Kft. Ügyvezető igazgatóját. Köszöntöm a Kurca TV nézőit. Önök hazánk egyik legnagyobb mesterséges termékenyítő állomását üzemelteti. Kérem, beszéljen nekünk erről a tevékenységükről. Az Agrofit Kft.-nek több leányvállalata van, az egyik a Vivagen AI Kft., ahol Bagon üzemel, ez egy mesterséges termékenyítő állomás. Egy fajta független állomás a miénk, a világ genetikái találhatók meg itt, konkrétan Dumbred Topics, ezeknek a termináljai. A ősztől már kapható lesz a Dumbrednél a nagyfehér és a lapály sperma is. Végülis nagyfehér és lapály genetikával is rendelkezünk, ezek általában szapora fajták, a francia szapora fajta vannak kiválogatva. Hetente két alkalommal történik sperma vétel, illetve kiszállítás. Az ország egész területét lefedik a járataink. Jó minőségű, garantáltan jó használható sperma a miénk, és tényleg megelégedéssel vannak a partnereink. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Bemutatom önöknek Simon Gyula cégvezetőt, a Topix Northfin Kft.-től. A cég sertésgenetika forgalmazásával foglalkozik. Simon úr, bemutatná röviden cégüket? Először is üdvözlöm a Kurca TV nézőit. A cégünk a Topix Northfinnak a magyarországi leányvállalata, és mi vagyunk felelősek a Topix Northfin genetika terjesztéséért és magáért, a tenyésztéséért is itt Magyarországon és a környező országokban. A Magyarországon 92 óta vagyunk jelen, és jelen pillanatban a magyar kocállománynak kb. 30%-a az Topix Northfin. A környező országokban pedig, ahol dolgozunk, Romániában szintén piacvezetők vagyunk, de jelen vagyunk a volt jugoszláv országokban, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, és most egy fél éve hozzánk tartozik Ukrajna és Moldova is. Simon úr, mi a véleménye a jelenleg kialakult sertés válságról? A sertésnél mindig vannak hullámvölgyek és hullámhegyek a sertésnek a gazdaságosságába, és most egy nagyon mély hullámvölgyön vagyunk talán már lassan túl. Ennek az oka az több dologból tevődik össze. Az elindítója az nyilván itt az orosz embargó volt, de a legnagyobb probléma az az, hogy Nyugat-Európában túltermelés van a sertésből, vagy egész Európában túltermelés van a sertésből. A válság az lassan oldódni látszik, tehát már a malacárak korábban elindultak picit fölfele, most pedig ezekben a hetekben a hízóáraknak az emelkedését is látjuk. De természetesen egy ilyen túltermelési válságnak az a következménye, hogy azok, akik túl magas önköltséggel állították elő a sertéshúst, ezek abba hagyják, vagy ezeknek egy része abba hagyja. Így gyakorlatilag Spanyolország kivételével, tehát összes nyugat-európai országban, és én attól félek, hogy összességben Magyarországon is csökkent az állatlétszám, vagyis a kocalétszám. Lassan elfogynak a készletek, és ismét elindul fölfele a sertésár, de az, hogy ez milyen magasságokig fog följutni, ezt így előre nehéz megjósolni. Simon úr, elmondaná a véleményét arról, hogy a korábbi klasszikus évtizedek alatt működő háztáji rendszer visszaállítására lát-e ön reményt, vagy mit gondol, a jelenlegi gazdasági körülmények között lenne ennek értelme?
Hát régen ugye a háztáji adta a magyar sertéstermelésnek a 60%-át, és ez volt az első olyan állomány, ami elkezdett rohamosan csökkenni. A korábbi években ez a 60%, az, ugye jól emlékszem, 280 000 kocát jelentett, napjainkban pedig olyan 40-50 000 koca van háztáji állományokban. A régi időszakban a helyi mezőgazdasági nagyüzemek integrálták ezt a háztáji tenyésztést, tehát ellátták a háztáji gazdákat takarmánnyal, genetikával, és a felvásárlást is sokszor megszervezték, és így egy jövedelem kiegészítést biztosított ez a dolgozóknak, az amúgy ugye nagyon kicsi fizetésük mellé. A mai időkben az, hogy ez megszűnt, ennek több oka van. Az egyik az az, hogy nem érte meg tartani ezeket a háztájállatokat. A másik oka pedig az volt, hogy gyakorlatilag lassan kihalnak a vidékről azok az emberek, akiknek megvolt ez a tudásuk. Egy mai fiatal, hogyha dolgozni akar, akkor el tud helyezkedni olyan munkahelyen, ahol nagyobb fizetésre tud szert tenni, és aki már ilyen okos telefonnal sétál az utcán, az nem akar a sertésekkel bajlódni általában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a háztáji tenyésztés körül egy olyan hasonló szinten meg fog maradni, mint ahogy jelen napjainkban van, de gyakorlatilag ez elsősorban az önellátást fogja biztosítani. Simon úr, ön több évtizede dolgozik a sertés ágazatban. Milyen javaslata lenne arra, hogy ez az ágazat ez fellendüljön? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a szakvezetés az folyamatosan támogassa az intenzív sertéstartást Magyarországon. Ugyanis ebben a nyitott európai piacban nekünk Európa legjobbjaival kell versenyképesnek lennünk, a franciákkal, a hollandokkal, a németekkel, a dánokkal, és erre csak akkor van esélyünk, hogyha legalább olyan hatékonysággal, vagy még náluk nagyobb hatékonysággal dolgozunk. És én azt hiszem, hogy ehhez itt Magyarországon minden adottság megvan. A nagyon fontosnak tartom viszont a sertés termelőknek az összefogását is, aminek jó példája a most nemrég megalakult sertés tenyésztő és termelőknek az egyesülete. És én azt gondolom, hogy egy ilyen széles fokú összefogása a sertéstartóknak a jövőben megfelelő tárgyalópartner is lehet a mindenkori kormányzat részére. Simon úr, köszönjük a beszélgetést! Én köszönöm, hogy megkerestek! Bemutatom önöknek Éliás Dávidnét, a Bonafarm Báborna Takarmány Kft-től. Az önök cége premix gyártással, illetve kéztáp gyártással foglalkoznék. Beszélne nekünk erről? Üdvözlöm a Koca TV nézőit! A Bonafarm Báborna Takarmány Kft. A Bonafarm csoporthoz, cégcsoporthoz tartozik. A cégcsoporton belül több ágazat is létezik. Ezen belül van a Báborna Takarmány Kft. Röviden egy kicsit beszéljünk a cégcsoportról is, hogy meg tudják érteni a kedves nézők, hogy mit csinálunk mi. A cégcsoporton belül állattenyésztés, nagyobb részében állattenyésztés és növénytermesztéssel foglalkozik. Állattenyésztésen belül sertés és szarvasmarha ágazattal, illetve a növénytermesztés a piaci oldalra is dolgozik, de legfőképpen az állattenyésztés ellátásával. A szemes terményeken belül, amit már föl lehet dolgozni az állattenyésztésre, a sertés és a szarvasmarha, illetve a baromfi ágazatunkat is el tudjuk látni. A Báborna Takarmány Kft-nek 5 keverőben rendelkezik a Magyarországon, az Alacsében, Nagyigmándon, Talmanban, Bolyban, illetve Újszászon. Ez területileg le tudja fedni Magyarország állatállományának piaci oldalát, illetve a cégcsoportnak az összes telepeit, illetve az integrációba csatlakozó partnereinket is. A Báborna Takarmány, mint ahogy említette, premixeket is gyárt, illetve
Europress termékeinket is, illetve malasztakarmánykeverékeinket. A nagy üzemileg a premixeket Nagyigmándon helyileg ott gyártjuk, a malasztakarmányainkat pedig Zalacsében, borítmányainkat, illetve kutya-macska eledeleinket állítjuk elő. A sertés-ágazati régiónkban, a cégcsoporton belül saját takarmánykeverékeinkkel látjuk el a partnereinket, a cégcsoportos partnereinket, illetve az integrációba, akik már csatlakoztak, ami bővül folyamatosan, szerencsére úgy újszász is belecsatlakozott, illetve a dalmandi keverünk is ebben a részben, hogy minél könnyebben el tudjuk látni a partnereket. Ami Baromfi szekcióban a cégcsoporton belül van, az a Bói régió, illetve az ottani partneri állomány, ami a Rembo vágóhídunknak a kiszolgálója. A cégcsoporthoz tartozik még a Szóle, a tejfeldolgozó üzemünk, illetve a PIK hús feldolgozó üzemünk. Röviden ennyit. Magunkról még annyit, hogy a nagymértékben dinamikusan fejlődő cég vagyunk. Jelen pillanatban az állattenyésztési kiállításon is meg tudtunk méretni díjainkkal is. A első helyezést ért el a Szojzin termékünk, mely szarvasmarha ágazatunkban javaslom, próbálják ki, nagyon szép eredményeket tudtunk elérni a tejtermelésben, illetve a tejzsírban. A harmadik helyezetet pedig a Baromfi takarmányunk, a Platinum sorunkkal tudtunk elérni, nagyon, nagyon jó eredményeket tudunk elérni vele. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki a Pulykánál is, meg a Baromfinál is. Gratulálunk az eredményekhez, és köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen, én is. Viszontlátásra. Bemutatom önöknek Hevesi István mincenti gazdálkodót. Ön már évek óta a kiállítás aktív résztvevője, minden évben megjelenik kocasüldőivel. Ez egy nagyon fárasztó 4 nap lehet önnek. Beszélne nekünk erről? Üdvözlöm a Kóca Televízió nézőit, ennyire látszik rajtam. Hát itt reggeltől estig itt kell lenni, az év legnagyobb agrár rendezvénye. Én azt gondolom, hogy hatalmas lehetőség ez mindenkinek, hogy itt megmutathatja nem önmagát, mert az senkit nem érdekel, hanem az általa előállított portékát, a tulajdonában levő genetikát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és ezt élik is kihasználni, ezért itt kell lenni. Aki nincs itt, azt gondolom, hogy lassan nem is létezik talán. Milyen fajtát és hány darab sertést hozott most a kiállításra? Magyar nagyfehéret és magyar nagyférsze magyar lapályf 1-es kocasüldőt hoztam, 2 csoportot, 6 darab jószágot. Hála jó Istennek, még árverés előtt el is mentek, úgyhogy azt talán a tenyésztői munkánkat dicséri, hogy nem kellett árverésre bocsájtani őket. Gratulálunk! Érdekelni még nézőinket, hogy hogyan látja a jelenleg sertésválságot, ami azért úgy tűnik, hogy az elmúlt egy évben állandósult és nagymértékben sújtotta a gazdákat. Hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy talán az volt az egy szerencsénk, hogy a gabonárak nem voltak az egekben. Mert ugye a takarmányköltség, vagy az önköltségnek javarészét a takarmányköltség viszi el. Ez az egy szerencsénk volt. Ha egy kicsit bővebben akarom mondani, akkor azt kell mondjam, hogy nekünk gazdáknak is szakítanunk kellene a régi a tradíciókkal, amik a 20 évvel ezelőtti ismeretek ma már nem állják meg a helyüket, vagy lassan azt kell mondanom, hogy az egy évvel ezelőttiek sem. Nagyon bepörgött ez a tudásközpont, lehet ezt már mondani, tehát rég nem olyan egyszerű már disznót tartani, mint amilyen régen volt, és ma már olyanokkal kell versenyeznünk, akik 30-32 malacot, sőt, még talán többet is előállítanak egy kocától évente. És látszik az, hogy az általunk oly nagyon irigyelt Dániába, aki már csak 25 malacot tud egy kocától leválasztani egy év alatt, az idén becsukta a kapuit. Úgyhogy tulajdonos a termékpálya nagyon sok szegletében. És ennek ellenére is tönkrement. Én azt gondolom, hogy nekünk gazdáknak föl kell mérnünk önmagunkat, nem árt tanulni másoktól, és ezt a tudást nem csak papíron hagyni, hanem becsempészni az életbe. Ehhez kellenének agráregyetemi olyan információk is, amik a valósághoz jobban illeszkednek. Kellene a mi
ahogy mondtam, az a hagyományokhoz való ragaszkodásunktól, és egy kicsi túllépés, hogy ne csak mindig azon gondolkodjunk, hogy ugyan azért jön az üzletkötő, mert át akar vágni, hanem talán mond valami igazságot is. És ha ezt be tudjuk építeni a gazdaságunkba, akkor előbbre jutunk. Óriási verseny van. Azt is hozzá kell tenni, hogy senki nem fog egy könycseppet se hullajtani, ha mondjuk én személy szerint vagy mi nem leszünk itt jövőre. Jön helyette más. Lehet, hogy multi. De ilyen könnyen nem szabad föladni, és én még mindig hiszek a magyar disznóba, hiszem azt, hogy tudunk versenyezni akár a multival, a külföldivel, csak ehhez fel kell kötni a gatyánkat, ezt azért férfiasan be kell valani. Hát gratulálok az eddigi tevékenységéhez, és nagyon sok erőt és kitartást kívánok a terveihez, és remélem, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok évig itt fogunk találkozni a kiállításon az önök sertéseivel. Köszönöm a beszélgetést. Legyen így, én is köszönöm szépen. Kérem, mutatkozzon be. Szabó Józsefnek hívnak, a Geonet 2000 Kft. Ügyvezető igazgatója vagyok. Kérem, beszélje nekünk erről az asztalon lévő drónról, hogyan is működik ez, miként szolgálja ez a mezőgazdasági termelést. Hát ez egy Phantom 3-as szériájú drón, teljesen automatán tud működni, tehát gyakorlatilag pilóta nélkül is tudja végezni a dolgát. Tehát nem kell hozzá különösebb számítástechnikai és pilóta tudás. Ez úgy működik, hogy föl van szerelve GPS-szel, ultrahangos távolságmérő berendezéssel, barometrikus magasságmérővel, és ezek az eszközök biztosítják azt, hogy stabilan és tehát földi személyzet nélkül tudja végezni a dolgát. Milyen feladatokat tud ellátni a mezőgazdaságban? Ez egy átalakított drón, az alapdrónnak a kamerája, az RGB, tehát normál felvételket tud közvetíteni. Ebbe egy infraszűrő csere végkezőve, és ezáltal a közeli infrafénysugarakat is beengedi az érzékelőre. Ezáltal tudjuk ilyen növényegészségügyi vizsgálatok végzésére használni, ugyanis a közeli infrafény tartományt a növény attól függően veri vissza, hogy milyen a klorofil tartalma a levelének, és hogyha magas a levél klorofil tartalma, akkor az másmilyen színnel jelentkezik meg utána a földolgozott fényképeken. És még tudjuk használni talajvíz földerítésre, tehát a talajnak milyen a vízháztartása. Úgyhogy ez egy elég komplex szolgáltatást tud biztosítani a gazdák számára. Azokat az információkat, amiket most elmondott, azok alapján ez úgy látszik, hogy ez egy komplett távérzékelő rendszer, ami a térinformatikai rendszermodellezések alapja. Igen, hát ez egy mini térinformatikai modellező rendszer része. Ezt tartoznak nyilván szoftverek, amik a földolgozott adatokat elemzik, de valóban ezzel lehet magassági modelleket gyártani, lehet különböző tartományú fölvételeket, színtartományú fölvételeket készíteni, és nyilván szépen ki lehet elemezni, és utána ezeket az elemzett adatokat továbbítani lehet a gépekbe. Tulajdonképpen ezek az adatok a QGIS rendszer számára földolgozhatóak? Igen, hát az is egy elemző szoftver, tehát azzal is föl tudjuk dolgozni, de tulajdonképpen amit mi most preferálunk, az egy annyira automatikus földolgozó rendszer, hogy nem kell számítástechnikai tudás sem ahhoz, hogy a gazda csak a saját szakmájára kell, hogy koncentráljon, csak adatokat kell neki föltölteni az internetre, és egy teljesen automata rendszer elvégzi számára az elemzést, és visszaadja az adatokat. A gazdák, hogy föl tudják használni ezeket a hasznos információkat a tevékenységük során, hol és hogyan tudnak önnel kapcsolatban lépni, hogyan érhetik el ezt a rendszert? Hát az a tervünk, hogy szervezünk ilyen oktatásokat, ahol a gazdákat megtanítjuk a repülő szerkezet használatára, valamint az adatoknak az előállítására és elemzésére, a különböző szoftverek és adatelérési helyeknek a vizsgálatára, és ezt szeretnénk egy oktatás keretében, egy kétnapos oktatás keretében átadni. Mindszenten a Köztársaság tér 2/1-es irodánknak az oktató termében lenni ez az oktatás kellő számú jelentkezés esetén. És van egy telefonszám, egy e-mail cím, amin lehet jelentkezni erre az oktatásra. Köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte tetszésüket. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra.